azt mondja, hogy bolonyai rántottus. Hol járunk, milyen tisztelt hölgyeim és uraim? A világbajnok jelöltek versenyén vagyunk rajta, ahol is mi vagyunk a második találat továbbra is a Google-ön. Eléggé jó pofa történet ez. És a fő kérdésünk egyébként az lesz, hogy ki lesz az az úriember, aki meg fog mérkőzni a Carsonnel. Hát itt elég spoileresek tudunk lenni, mert hogy ez évi világbajnok jelöltek versenye eldőlt. Minél nehezebb valakinek kimondani a nevét, annál erősebb sakkozó. Hát Jan Alekszandrovics, nyepomnyási nagymester. Japomnyás. Eléggé ügyeske volt ezen a versenyen. És ahol be fogunk csatlakozni, az a 11-12. Számú forduló. Mégpedig két remek játékosnak fogjuk a partiát megnézni, ami azért itt mind támadásvezetésileg, mind egy picit megnyitás elméletileg is, meg úgy általában egy baromi jó kis parti volt. Ez a Ding Liren, vagy Ding, vagy Ting Lizen. Ez a két játékos ugyanaz, attól függően, hogyan írod át a nevét, vagy hogyan akarod kiejteni. Versus Taimur Radjabov mérkőzés lesz. Ki az a Ding Liren, uraim? Igen. Egy youtuber. Egy youtuber, egyébként tényleg vannak fent videói a YouTube-on. Szerencsétlen Ding, nagymester, ez egy jó válasz, kínai nagymester. És ugye itt a Covid időszak óta olyan online versenyeket játszanak a játékosok, hogy egy időben be van kapcsolva a kamera, nem kell élőben elutazni valahová. Hát szerencsétlen Ding olyan lehetetlen időzónában lakik, hogy ő általában hajnali 3-kor szokott részt venni azokon a versenyeken, amiken mondjuk az amerikai meg az európai időben ilyen kora vagy késő délután. Ő mindenki tök jól nagyjából magához van térve, és minőség is akkor tud játszani, még ha online is. Szerencsétlen Ding meg mindig így, így néz szegény, hogy elalszik éppenséggel a kamera képe jelölt. Ding Liren nagymester, 2800 fölötti játékos, világranglista második helyzetje, kínai úriember. Sokan őt várták egyébként itt a világbajnok jelöltek versenyének az első helyére. Az elsőjét nem szerezte meg, de a másodikat azért igen. Ding! Ez a kedves úriember, a Ding, így van. És amikor valami jó lépés eszébe jut, akkor felgyullad egy lámpa a fej felett, és mondja, hogy Ding. Jó. Az ellenfele pedig a kedvenc azerbajdzsáni sakkozónk, és persze jogosan mondhatná itt bárki, hogy de nekem Shakhriyar Mamedzsarov a kedvenc azerbajdzsáni sakkozó, majd Mamedov Rauf a kedvenc azerbajdzsáni sakkozó. Nekem Dávid a kedvenc sakkozó. Én nem vagyok azerbajdzsáni egyébként, még. Jó, azt mondja, hogy... Furán nézni. Így van, azt mondja, hogy Taimur Radjabov nagymester, akinek a nevéről még sose hallottunk valószínűleg semmit. Ez a Radjabov egy azerbajdzsáni nagymester. És ő is egy ilyen kis csodagyerek volt, mint a Firuzsa, hát most már kicsit öreg csodagyereknek tűnik nekem. Akkor nem öreg csoda, felnőtt bácsi. Egy felnőtt csoda, öreg nagyjából. Egy csoda bácsi egyébként. Hát ugye rettenetesen öreg 35 éves versenyzőről van szó. És amit azért érdemes tudni róla, hogy 2003-ban ő indult egy versenyen, és megverte a Garry Kasparovot. 15 évesen. Az azért nem olyan rossz dolog. Nagyon ritkán verik meg tínézserek a világranglista vezetőt. Bár 2003-ban már nem a Kasparov volt a világbajnok, hanem a... Kramnik volt a világbajnok. De azért még a Kasparov 2800 fölött ott volt a világranglista. Hát úgy hányadik helyén is? Ja, első. Úgyhogy... Ez vicces időszak volt. A Kasparov a több élője volt, mint a világbajnoknak. De hát egy hatalmas büszkeség az élet Kasparov szakkollégának. Kasparovnak az edzője, az a sakkozás 6. világbajnoka volt. Botvinnik, nagyon jó. És ezt a eltérő stílusuk volt. Nagyon-nagyon eltérő stílusuk volt egyébként, mind politikailag, mind emberileg, mind szakmailag. De pont azért tudták egész jól kiegészíteni egymást. És a Botvinnik sakkiskolában tanult a Kasparov, melyet később átneveztek Botvinnik Kasparov sakkiskolára, ahol olyasmi gyerekek tanultak, mint például Kramnik. Hoppá, hoppá. Azért az elég menő dolog, hogyha az edződ sakkvilágbajnok, te sakkvilágbajnok vagy, meg a tanítványod sakkvilágbajnok lesz. Én tudjuk, hogy 16 darab sakkvilágbajnok van összesen, hát ezért Kasparov a legmenőbb szerintem. Na jó, hát ezt a Kasparovot verte meg ez a Taimur Radjabov, a csoda bácsi. Nagyon tetszik ez a kifejezés, meg kell hagyni. Radjabovról tehát azt érdemes tudni, hogy meglehetősen jól indult a karrierje, 2001-ben lett nagymester 14 évesen, az elég menő dolog. Viszont utána hát világbajnok azért nem lett belőle, itt van nagyjából 20 éves sakkozás élvonalában. Ő a 2020-as Candidates-re került volna be, csak hogy az volt a történet, hogy 2020 márciusában jött egy olyasmi dolog, amit úgy hívnak, hogy Covid, tudom, önök már nem igazán emlékeznek rá. Covid-19. Így van, maradjunk csendben, mesélek én, szólsz hozzá, és akkor egy picivel jobban emlékszem rá még. Szóval jött ez a Covid-19 nemi történet, és azt mondta a Radjabov, hogy hát uraim, nem biztos, hogy el kéne utazni nekünk itt 14 napot versenyezgetni, kb. Már így maszkban, meg nem tudom, ilyen ortúrcsipálcákkal, stb. Azért van itt némi pandémia, nem?
Azt mondta a Fidének a vezetése, hogy hát ugyan már miről beszélnek, kérem szépen, nem lesz itt semmiféle se lezárás, se veszély, se vírus, se semmi. Jó, nyilván tudtak ennek a létezésre, vetettek intézkedéseket, de megtörtént volna Kennedy Surrament. Mondta Radzsabov, hogy ő kösz nem, ilyen feltételek mellett nem indulna szívesen, úgyhogy kerestek egy tartalékot a helyére, ez volt Maxim Vosél-Gráv. Majd a verseny fele lement, és a második felét pedig elhalasztották egy évre. Mert Oroszország hozott egy olyan szabályozást a Covid elleni védekezés kapcsán, hogy lezárja a határokat egy héten belül, magyarán ott ragadtak volna 3 hónapra, fél évre, egy évre, akkor még nem is lehetett tudni. Milyen hosszú időre azok a nagymesterek, akik játszottak a Candidates-en. Hát tudod, hogyha én mondjam, Amerikában otthon van egy kiskutyád, és akkor még 2 hétre ki tudsz neki rakni kaját, akkor el tudsz menni versenyezni, de hogy fél évre hát elszállnak az embernek a növényei. Ugye aki Amerikában él, mondjuk itt a Caruana, az szívesen hazament volna. Meg hát ki akarna fél év Oroszországban lockdownolni? Na jó, úgyhogy mivel a Radzsabovnak végül is igaza volt, ezért a FIDE adott neki egy ingyenjegyet erre a Candidates-re. Megjegyzem, mivel az előzőre bejutott, ez azért eléggé logikus, meg kedves dolog. De nem igazán várták őt azért a mezőny élére, meg kell hagyni. Úgyhogy most megnézzük, hogy itt a Dingel, aki mégiscsak a világranglista második helyezettje, miféle meccset játszott itt nagy erőkkel, elvileg pörög-forog minden. A felvételt és a FIDE mesternek a elképesztő szellemi kapacitását a Hexa kávézó támogatta. Képzeljétek el ezzel az egész a jó kávéval. Igen! Hajrá, Hexa! Tele utca 5, siafok! Na jó! Mi történik ebben a partiban? Egy D4-el kezd Ding Liren, a társaság felét már is elvesztettük. Búúúú, D4, milyen gáz a Ding? Nyugalom! D4-re 20-6 következett, másik legjobb lépés, tehát teljesen gyakori történet. Jött gyalog C4, jött gyalog E6. Suszár C3-ra futó B4-el folytatta. Bárkinek bármikor a kérdése van, szóljon azonnal. Bárkinek bármikor a válasza van, nehogy azonnal merjen szólni bármelyik kérdésre. Minimum 3,5 másodpercet kell gondolkodni, különben minden választ elutasítok automatikusan, még ha jó is, különösen, hogyha jó. Azt mondja az Isten, hogy a válasz a futóüti C3. A kérdésem az, hogy mi ennek a megnyitásnak a neve. Nagyon jó, mondja Mátyás, mondjuk. Ez a Nimzo-indiai védelem, nagyon jó. Kiről nevezték el a Nimzo-indiai védelmet? Mr. Védelemről, ez a jó válasz egyébként. A kedvenc Nimzovics nevű sakkozónkról nevezték el. Miről szól a Nimzo-indiai védelem? Nimzo-indiai védelem ugyanarról szól egyébként, mint itt a legtöbb reakció sötétnek a D4-es megnyitásokra. Nem akarom azt, hogy az ellenfelem L4-et lépjen bármikor, úgyhogy most jól lekötözöm éppen a paciát, hogy ne tudjon L4-et lépni. Hát persze tud L4-et lépni itt az ellenfél szakkolléga. Csak hogy mondjuk lecsapom, mit szóltok hozzá, hát ez elég menő. Lecsapom ketchupnak. És hát jó sokféle verziót előszokott itt adni, igazából világos. Még A3-at is léptek itt. A3-ra ugye egy dolgot tudunk, hogy nem futó A5-öt lépünk, mert hogy? B4 és F fog jelölni. B4 meg jön, C5 meg mindenféle egyébé durva dolgok, 18-as karikát fogunk ide kitenni kegyetlenkedő táborba. Hát mit lépnénk A3-ra, uraim? Leütjük az lovat, vagy futó E1 szintén létezik. Futó C3 az a gyakoribb itt azért futó, vagy a gyalog A3-ra futó C3-at léptek itt az igazán erős játékosok. És hát itt számosféle lépés van, itt amúgy a C5-ot javasolnám a mélyen tisztelt nézőközönségnek, ami egy elég vicces dolog, mert úgy néz ki, mintha elnéznék egy gyalogot. Valójában egy picike roncsolást elkövetek az ellenfél gyalog szerkezetében ezzel az áldozattal. Tripla izolált gyalog egy nyílt vonalon, ennél rosszabb dolog nem lenne, vagy csak nem a tábla szélé lenne. Egész nyugodtan kérlek. Jó, azt mondja, hogy futó B4 jött a gyalog E3 a partiban, kiengedjük az egyik futrincát, jött sánc, jött futó D3, mire készül önök szerint világos? Sánc. Sánc az egyik még sáncolni, nem biztos, hogy tud. E4-et szeretne lépni, el akarjuk foglalni a centrumot gyalogokkal. Már most az a helyzet, hogy a 23 eddig nem védte az E4 mezőt, most a futó megint védi, még mindig E4-et akarok lépni. Érkezik gyalog D5 a partiban, nyomásba a gyalogokkal a centrumba. Jön C5, D5 jön, kiverüssük vissza. Huszár. Vezér, huszár, gyalog, melyik legyen ezek közül? Gyaloggal megyünk a centrumba, persze. Jó, jó gyalog A3 a partiban. Na, gondolnátok az előző etap vége, az előző változat véget itt futó C3-at lépnétek? Nem az jött a partiban, ugyanis az itt most már a gond, hogy ugyanaz E4-et nem nagyon fogom tudni megakadályozni, vagy az E4-et ugye meg tudom akadályozni sötéttel, de világos meg C4-eket szeretne lépni, nem most feltétlenül, hanem hosszú távon C4-eket szeretne lépni, és
A terve az lesz, hogy ki akarja szedni az én dílgyalogomat a centrumból, és picivel több centrumgyalogja lesz világosnak, ne felejtsük el, a centrumgyalogok egy picivel értékesebb figurínok, mint a nem centrumgyalogok, jött futó D6 a partiban. Jött vezércé2, rövidítve. WC2, kiváló, nagyon jó brigáddal vagyunk. Jött huszára a 6. Huszára tábla szélén egy sírás a parti végén, azt tanultuk. Mi lehet ennek a huszárnak esetleg a terve? Hogy E6, G4, H3, E4, mindenféle menő lépéseket terveznek. Bármelyik ezek közül. Hát kicsit macerás átjátszás adott esetben még erről is szó lehet. A másik az, hogy egy picikét hergelem világost. Világost, aki már lépett egyet a futójával, hogy nézüssé már le, légy szíves, és akkor lesz egy ilyen dupla izolált gyalog, amit kérem szépen. Ugyanakkor az állás egyre jobban nyílik, a futókra nagyobb szükség lenne, mint a huszárokra, sötét bemerném vállalni ezt a szerkezeti gyengeséget cserébe ezért az erős futópárért. Ez a másodikok, és amit még esetleg el akarunk követni, az a téradó gyalogos támadás, itt a centrumban célt az egyik terve feketének. Jött a partiban huszár G-ről E2, jött gyalog C-jött nagy erőkkel, és jött futóüti A6. Milyen érdekes, hogy az előbb nem lépett futóüti A6-ot világos, most meg igen. Van itt egy remek történet, nem annyira működik, de mit van itt a sakkérzékünk? Sáncra, sötétek van némi lépés, ami nem éppen most, nem éppen a legjobb, de azért mindig érdemes elgondolkodni rajta, hogyha bizonyos figurák bizonyos helyeken állnak a saktáblán, néhány motívnak elő kell ugrania. Mi a véleménye mondjuk Soma úrfinak? C4 jó lépés, még futó F5-öt lépek rá. Tehát a Somától valami durvábbat vártam volna. Gondoltam, hogy valami ilyesmit. H7. Jó, sötét jön lépni. H7 az ez a gyalog, őt még nem akarjuk előre mozgatni. Bár kétségkül nem lenne rá. Egy H5 lehet, jó lépés lenne itt. Hát az egyik ilyen izgi dolog, miközben elhessegetem ezt a legyet, futóti H2, amit, hogy hívnak egyébként? Greek's Gift, azt mondják itt angolul, itt az anglius nyelven tudó, görög ajándékot mondanak még menőbb egyébként, azt mondja itt a, majd kommentekbe írjátok le, hogy melyik római bölcs, hogy görögtől akkor is félek, hogyha ajándékot hoz. Hát melyik a legijesztőbb görög ajándék? A trójai faló egyébként, amire még egy számot is írtak. I follow you. Oké, ha jön királyi H2. Köszönöm szépen, kiváló közönség. Jön huszár G4, és hát világossal dönteni kéne. Nagyon jó, kérdezem én itt a kisebbeket, hogy a biztonságot jelentő hátsó mezők lesznek-e nekünk a jobbak, ahogy ezek a kockázatos előrefele tartó mezők. Hátsó, igaz? Persze. Előre, hátra? Előre. Nagyon jó, silencio, tökéletes. Előre, mint az oroszok. Oké. Hát a legjobb dolog egyébként a tudás, az segít minket nagyon. Úgyhogy megnézzük, hogy mi történik akkor, hogyha mondjuk elkezdünk hátra menni. Király H1-re. Vezér H1-sak. Király G1 és vezér H2-mat. Elég jónak tűnik egyébként. Itt egy sak, itt egy mat. Jó, ezt kb. Kitaláltuk. Jó, de azért mi jöhetek még ide is. Vezér H4 anyway, és vezér H2 fenyeget. Azt mondja, hogy bármire vezér H2 jön, én bársa D1-et lépnék mégis. Vezér F2, király H1, vezér H4, király G1, vezér H2, király F1, mondjuk ott vezér H1 nincs. És a nagy helyzet az az lesz, hogy amúgy ingyen lenyertem egy gyalogot az ellenfélről. Jó kérdés. Én valószínűleg lépnék egy vezér H4-et, király G1-re, meg hogyha így... De ez lehet gyorsabb. Én még nem látok mattot, de most talán legrosszabb esetben tudok C4-et lépni most. Mit szóltok hozzá? Nem elegáns éppen, nem a legelegánsabb. Lehet, hogy van ennél jobb. Több látszat, hogy nem látom. És hogyha itt futó F5? Akkor muszáj E3. Harry Potter és a 4.-5. soron álló logó figurák. Vezér F2. És picikét megnöveljük itt a támadó fölényünket. Ennél lehet, hogy még van jobb, de nekem úgy döntöttem, hogy most nem kell. Azt mondja, hogy hát hátrafele menni az akkor eléggé rossz dolog, de akkor előrefele mehetek, az jó, nem? Jön király H3. Ilyenkor huszár E3 meg, és felfedett csak is nyerünk egy vezért. Azt a mindenit valaki, de felkészülten nézi itt ezeket. Nyerünk. Így van, vagy egy bássát akár. Ja? Vagy akár ki is saphatnak, mondja Hermione Granger. Azt mondja, király G3 viszont az only move, ami nem annyira egyszerű. Vezér G5 megint csak ugye vannak csúnya fenyegetéseink. Egy lépés van az ellenfélnek, ami igazából itt tűrhető. F4. F4, nagyon jó. F4.
Vesztünk egy semmit, vicces módon, tegnap megnéztem ezt a változatot, sőt, nagyon precízen kielemeztem számítógéppel, és otthon hagytam a másik gépemen ezt az elemzést, úgyhogy most fejből megyünk. Jól emlékszem, akkor ez ilyen 0,1%-os előnyt adott itt világos számára, az nem olyan sok. De az azt jelenti, hogy sem már kb. Korrekt támadás. Hogy mi történik itt? Azt történik, hogy hát fotó A2 valószínűleg nem megy egyébként, de Ding azt mondja, hogy a fene se akarja kiszámolni, jött futóti A6 a partiban, nem fogják kitalálni, mit lépett sötét. Bejött A3, kiváló. Ha most érkezd a sánc? Akkor ugyanaz. Most a trükk az, hogy már megy futó H2, a legtöbb vari az ugyanaz, mint az előzőben, viszont király G3, vezér G5, F4 után, most a vezér H5-öt lépett, van egy plusz kis aranyos fenyegetésem, elég elvont, ez se egyszerű, de itt már sötét jobban áll. Futó F4. Ugyanis így van, futó F5-öt akarok lépni. És utána meg még bárső E8-ra is lesz időm, képzeljék el. És vezér H2-re meg futó E4-eket akarok még lépni, és meg akarom mattolászni az ellenfelet. Úgy néz ki, mintha ez ilyen 5 éves terv lenne nagyjából a szocializmus idejéből, csak hogy az ellenfélnek azért eléggé el vannak sodródva a figurája a világos királytól, aminek hát itt azért lehetnek következményei. Na jó, a partiban éppen ezért azt mondta itt a Ding szakkoléga, hogy ez a sánc, ez nem éppen a király biztonságban helyezéséről szólna, úgyhogy a D-üti C-t. Jött futóüti C5, jött gyalog B4, visszazavarták a futónkat D6-ra. Hát Ding most már át sem merte gondolni azt, hogy elsáncoljon. Pedig most már aztán nem menne futó A2. Vagy pont igen? Házi feladat mindenkinek? Hát magyarán az, hogy itt megint ilyen sáncokról lenne szó, lehet, hogy még mindig le fogok csapni ide H2-re ezzel a típus motivummal. Azt mondta itt a Ding, hogy jöjjön futó B2, akkor inkább előbb. Én is kifeleztem az egyik könnyű tisztemet rá erre a gyönyörű nagy átlóra, ezért léptem B4-et tempóra az előbb. Jó, gyalog A5 a partiban. No, hát ezek a lépések nagyon tetszenek nekem, mert hogy nem akarom szanaszéjjel mattalászni az ellenfelet minden lépésben, hanem észreveszem azt, hogy hát van pár figurám, aki elég jó útvar módon áll, nem? Csóri, dupla gyalogok, izolált gyalogok. Jön gyalog A5, amit hogyha leüt az ellenfél, hát még azon is elgondolkozok, hogy ne üssem vissza, hanem inkább akkor lépjek valami aktívabbat, de most legrosszabb esetben ezt azért csak lecsapom az ellenfélről is. Nem igazán értem azt, hogy miért lenne világosnak jobb, hogy ezt a gyalogát erre a gyalogra elcserélte. Úgyhogy jött B5. De hát azt mondta sötét, hogy nem csak egy rossz gyalog van az alvonalon. Jött A6. És megint ugyanaz a helyzet, hogyha leüt minket az ellenfél, én itt talán futóval ütnék vissza, és azt mondanám, hogy ahogy nyílik az állás, a futópár úgy lesz egyre OP-bb. Kaszabol a futópár, mondaná édesapám. Jött gyalog H3 a partiban. Most már azt mondja Ding itt bölcsem, Ding, felvillant a kis lámpa a feje fölött, ding, hogy hoppá, hát ha nincs H2 gyalogom, nem fog futó H2 jönni, vagy futó üti H2 legalábbis. Jött futó D7 a partiban, mivel fenyeget most sötét? Nagyon. Így van, ne zavarjanak össze itt minket a bonyolult kombinációk, bonyolult meg egyszerű lépések, váltogatják egymást, ha itt sánc jönne, nem igazán jutnánk előre futó H2 sakkal, mert mindenféle kényszerítő erővel. Viszont a B-t után lenne egy sima gyalog előnyünk, nagyon egészséges gyalog előnyünk lenne mindenféle szerkezeti gyengeség hiány. Úgyhogy a B-t gyalog az egy eléggé motivált baba ebben az állásban, jött B-t A6, jött B-t A6, érkezett B-t D1, mint olyan. Na a helyzet az, hogy itt Ding szakkolléga nagyon-nagyon visszafogja itt a különböző sáncolásokat a partiban, ami legalább egy tanulságos dolog lesz a mi számunkra is, hiszen bizonyos szabályszerűségek azok a mi szintünkön is, meg ezeknek a játékosoknak a szintjén is működnek. Eléggé gáz az, hogyha az ember túl hamar kirohan a vezérével a megnyitásban, eléggé gáz az, hogyha nem fog a királyával biztonságban érződni. Nézzük meg, hogy hogyan fog itt a Ding Bása D1-re kicsikét szenvedni, jött Bása B6 a partiban, tessék szépen megnyugodni. Kicsikét matekozzunk, mit szólnak hozzá. Hány világos figura támadja a D5-öt? Egy, kettő. Jó válasz. Hány sötét figura védi? Egy. Elméletileg nem jön ki a matek. Akkor mi történik itt huszár D5, huszár D5, bássa D5-re? Gyalog előny. Gyalog előny, ezt világosnak szemre. Visszanyerik a E2-t. Igen, mondd a többiek meg is a lépést, légy szép. Futó C6. Futó C6, és ha jól emlékszem, a változatot még egyel cizelláltabban adja elő itt a masina. Lódélt, bássa D5 után. Ha jól emlékszem, akkor vezér B8-at még egyel pontosabb lépés ebben az állásban. A kétség ki, hogyha egyből lépek futó C6-ot, ennek se kell rossznak lennie. Nem biztos, hogy leütni, mert a bástya azért ott a G7-nezőn volt. De ez jogos meglátás. Jogos meglátás. Igaz. Abszolút igaz. Jól emlékszem, itt vezér B8 az első történet, és mint a futó C1-et lép rá a számítógép. És
ha most lépek futócéltat, az biztosan egészen jónak tűnik, most már le is ütnék G2-re. Ha másére viszi a futót, akkor azért izgibbak a dolgok, de ne felejtsük el, gyenge az alapsor. És hát eléggé vicces az a helyzet, mert világosnak ugyan gyalog előnye van, de ez pont egy olyasmi állás, hogy a könnyű tisztek között hiába ugyanannyit érnek dekára meg kilóra, van azért némi nemű különbség, futópárat picivel OP-b nyílt állásban. Na jó, a D5-ot nem csapta le itt a Dings a kolléga, hanem jött bársa D2, mint olyan, hogy kérdőjelen láttal a Lichess legalábbis, és azt mondja, hogy itt futó olyan lett volna az egyen precízebb lépés, ami nekem személy szerint kifejezetten tetszik, mert a világos állásában itt van ez a logó figura, a B2 futó, amit ugyan még nem fenyeget sötét leütni, de kérdem én, ez a vezér, ez elment bárhova garázzálkodni? Nem, a B2 futót kéne védenie. A futóhajt ez egy profilaktikus lépés, kivédi fenyegetéseket még azelőtt, hogy igaziak lennének. Jó, bársa D2 jött a partiban, jött vezér C8, mint olyan. Kicsikét arra tesszük a vezérünket, ráadásul nagyon tetszik itt a Radzsabovnak a gondolkodása, ami szerintem nem is annyira fekszik a Dingnek, majd a játszma nem sokára kiderül a játszma, hogy miféle utomódon trükközik mindig itt a Radzsabov. Mi történik itt sáncra? Most már sáncot nem annyira lehet megkerülni, nem? G3, vezér H3, vezér H2, mat, tudod-e, hol hibáztál? H3. Nem, 2,3 másodperc alatt válaszoltál lehet, hogy 3,5 másodpercet legalább ráadottál volna, mert szerintem így a leges-legelső ötletünket mondtuk be, ami sajnos jó egyébként, de gáz ilyenkor leszidni egy gyereket. De ugyanaz a helyzet, hogy ilyenkor is meg kell tenni, mert hogy azért nem áldozom én csak úgy futókat. Hát jó, de kiszámoltam. Akkor viszont kérem szépen, Bayern, melyik a legjobb Bundesliga csapat? Mindig elfelejtem. Baden-Baden. Aztán Baden-Badenben van ilyen csapat, hogy Anand, meg Rapport, Riad, meg ilyenek. Hölgyeim és uraim, itt van velünk egy srác, aki kiszámolta már is a mattot 2,5 másodperc alatt. Igazolják le! Valóban futóüti H3 itt az igazán menő lépés. Ami hát egyébként csak gyalognyerés, mert hogy világos még nem köteles ezt leütni. De játszunk el a gondolattal, hogy azért ezt le kéne csapni. Üssük vezér. Vezér H3. Nagyszerű lépés. Mi a fenyegetésünk? H2. Így van. Na most az egyen kisebbeket kérdezem, hölgyeim és uraim, hogyha vezér H2-t mondjuk úgy akarnám kivédeni, hogy csinálok menekülő utat a királyomnak. Mi itt az a checkbaiting pattern, mi itt az a minta, ami nagyon sokféle állásban előfordul, mit kell itt lépni világossal? H2 és utána menni H2 az egy mező. Kivel akarsz oda lépni? Vezér. Vezér H2, majdnem jó. Futó H2, hát győzőnek meg róla, de nem érek hozzá a figurákhoz, úgyhogy fejben kell elképzelnünk ezeket az eseményeket. Várjál! Hát itt a Balázs úrfi elkezdett egy változatot, ne raboljuk el tőle. Futó H2. Igen? Király H1. Eddig jó? Mostán. Nyugodtan kérdezzük meg a közönséget, hogyha kell segítség. Futó G3. Futó G3 sap, nagyon jó. Király G1 csak egy helyen van, csak oda mehetek. Mitől jobb, hogy G3-on van az a futó, mit támad még? A gyalogot. Tényleg? Milyen vicces, mert az első két lépés megvolt, pedig pont azt hittem volna, hogy ezek a nehezebbek. De szóval, ott vagyunk. Vezér G3. Vezér G3? Elég bátor az minden változatban. Na jó, azt mondjuk itt, hogy futó H3, vagy bocsánat, futó H2, király H1, futó G3, király G1, Vezér H2. Vezér H2 sakk, mint olyan. Vezér H2, jó. Oké. Jön király F1. És vezér F2. És vezér F2, ezt nézzük meg nagyon gyorsan, hölgyeim és uraim, mert ez elképesztően jó. Itt jön egy sakkóca. Kijön az ellenfél. Futó G3. Király G2. Egy szabályos lépés van mindenből. Bám, és érkezik vezér F2. Checkmate az ellenfélnek. Vezér H1? Igen. Majdnem. Az egész munka azért kellett, hogy ne vezér H1-et kelljen beadnunk. Ja. Egyébként, hanem F2-n tudjunk mattot adni. Mert nézd csak, ez volt itt a kiinduló állás. És most vezér H2 után nem tudok vezér F2-t lépni mattal, hanem át kell rátszanom a futómat hozzá. Nézd csak. Ami egy fontos technika, ezt mindenképpen tudni kell. Na jó, azt mondja, hogy viszont vezér H3 lehet lépni F4-et is, mint olyat. Mi a teendő F4 után? Inni egy kis kávét. Igen? Huszár G4, matra állítom az ellenfelet a világ összes mattjára, és a helyzet az, hogy van egyrészt egy ilyen fenyegetésem, na jó, jön mondjuk egy ló D4, hogy visszavédjem a második sort. És de lóg még az E3. És lóg még az E3 is egyébként, ez egy remek megfejtés.
Ennél több igazából nem kell ebben az állásban. Huszárüti E3 után rengeteg gyalogot fogunk kapni itt a két tisztért. Lehet, hogy ennél van jobb verzió, de gyanítom, hogyha kilép az ellenfél. Elég gázlan, hogyha lenne valami egyértelműen jobb, de azért ez is ilyen elég jónak tűnik. Mit szóltok hozzá? És azért Bássa plusz nem tudom hány gyalog versus két tiszt, nem tudom hány gyalog. Nem tudok eddig számolni. Valaki a keddi szakkörből nincs itt? Bássa plusz négy gyalog, hát az majdnem egy vezértér. Wow, túl jó. Belegondoltak már önök egyébként, hogy ilyen első és másodikas gyerekekkel micsoda ilyen egy-két ismeretlenes egyenleteket oldunk meg, vagy szöveges feladatokat? Simán ilyeneket összeadhatunk óvodások, hogy Bássa meg négy gyalog megére egy vezért, melyik a többi, és az óvodások megcsinálják. Aztán bemennek az iskolába, és jön a feladat, hogy 5 meg 4, és mondják, hogy nem tudom, 8, vagy 10, vagy passz. De amikor az ember ad egy ilyesmi tárgyat, amit el tudok képzelni egy huszárt, ahhoz hozzá tudom társítani egy 3-at ér, látom is, el tudom cserélgetni 3 gyalogokra, úgy egy picivel könnyebb megtanulni számolni szerintem. Nehéz összezavarni a sakkozó gyerekeket, ez a személyes megfigyelésem. Na jó, persze ezzel mindig gondban vagyok, hogy valaki azért teljesít baromi jól az iskolában, mert hogy sakkozik. Szeretem ezt gondolni. Vagy eleve azért jár sakkozni, mert amúgy is egy picivel jobban teljesít a suliban, és akkor miért ne sakkozna mondjuk. De hát, jó kérdés. Na mindegy. Összességében egyébként 0,9-del jobb átlagot csinálnak a sakkozó gyerekek a nem sakkozó gyerekeknél. Magyarán, hogyha valakinek van egy 3-as átlag a suliban, akkor hogyha lesakkozik intenzíven 1-2 évet, 3,9-re nagyjából anélkül feltolja, hogy mindenféle plusz dolgot kéne csinálnia. Az elég király, nem? Na jó, hajrá sakkozás! Próbálj el sakkot! Hajrá sa! Igen, nagyon jó. Na jó, vezér C8 jött a partiba, jött gyalog F3, és azt mondja itt a Dink, hogy kérem szépen én eddig bármikor el akartam volna sáncolni, hát valamiféle áldozatot elkövetett volna az ellenfelem, akkor sáncoljon a búbánat ebben az állásban, vagy akárhogy is van ez kínai mandarin nyelven, sáncoljon a, nem tudom, a tarajos sárkány ebben az állásban. Jött Bássa E8 ebben a partiban, következett király F2, mint olyan király F2 kérdőjel. Hát a helyzet az, hogy mesterséges sáncot szeretnék itt elkövetni nagy erőkkel, és valamelyest azért nekem hozni kéne a Bássát, ami nem olyan rossz. De ezt nem beszéltünk még arról, hogy Sötétnek van itt némi nemű szerkezeti gyengesége, amit hogy hívnak? Izolált gyalog egyébként, vagyis olyan gyalog, amit nem tud egyéb gyalogos védeni. Ez azért egy nagyon kellemetlen dolog, mert hogyha több tisztel támadja az ellenfél, akkor lenyeri. Ha gyaloggal védem, akkor megtámadhatja 1 millió tisztel, nem fog érdekelni. Tényleg nem. Nézd, látjátok ezt a H3 gyalogot? Mennyi tisztelt támadja egy sötét? Nagyon sokkal, érdekel? Nem, elviszem a Bássát is előle. Ahogy pont annyi volt összesen. Egyébként pont a 3 gyalogot lehet, hogy le fogja tudni jutni, az elég ijesztő lenne. Na jó, jött vezér B8 a partiban. Megint csak itt igyekszünk némi nemű latent potential-t felállítani. Magyarul ilyen potenciális fenyegetéseket. B2-t még nem fenyegetem leütni. G3-ra még nem fenyegetek lépni. De azért hirtelen elkezdődnek itt a sötét mezőkön a gondok, illetve bajok. A partiban vezér C1 két kérdőjel következett, amire Teimur Radjabov a csoda bácsi. Igen. Ebben az állásban futó célt az nem jó, hogy futtál mondjuk az E3 gyengesége. Futó célt egy nagyszerű lépés, mert az E3 gyengeség ellen szól. Futó céltre valószínűleg ló D4-et lépek még, és megpróbálom betakarni az E3-at. Itt ennél egy durvább dolog következett, amiben ding, beleremeg. Huszár állat valószínűleg jó lépés, ennél brutálisabb dologra kell gondolnunk. Bássőti járom. Bássőti járom, elnézel egy bássot, azt leütje az ellenfél királya. Futóciót csak. Aztán jön futóciót csak? És hogyha lépek egy király D3-ot mondjuk? Futó F-öt? És akkor mit lép ott világos? Közben húzza a huszárt. Na jó, hagyjunk! Még azért nem mat. A terv az jó, a lépés is jó. Hagyjunk egy kis időt itt az emberkéknek, jó? Csekkoljuk itt a képernyőt. Bássőti E3, királyüti E3, futó célt eddig kell igazából látni kifejezetten. Vagy ez az első mozdulat, amit meg kell, észre kell venni. A király D3, akkor jön a futó F-öt, közben húzza a huszárt, az már egy elég jó marinak tűnik. Viszont Bássa E3, király E3, futó C5-re van még például a huszár D4 lépés is. Király D4-re vezére. Hát ez lesz igazából a durva dolog. Na, jöjjenek uraim, nagyszerű. Hát egy legény van talpon a vidéken, mondják a Toldiban, nem tudják, hogy ő is lány.
Úgyhogy Vivian azt mondja nekünk, hogy jöjjön Básüti E3. Ki mondja még Vivianen kívül? Én, illetve... Én. Nagyon jó. Hát azt mondja nekünk itt a Wittgenstein nevű filozófus, hogy amikor valaki azt mondja, hogy én, minden egyes ember ugyanarra gondol. Básüti E3 következett a partiban. A helyzet az, hogy ezzel nem tudtad így mit kezdeni, Huszár D1-et lépett. Valójában ezt valószínűleg el kellett volna fogadnia, bár se így, se úgy nem lesz túl boldog a helyzet, mert hogy király a tábla közepén ez nem éppen egy jó dolog, még a Kolos nagyon szereti is a King of the Hill nevű játékot, ez most nem az. Tehát, hogyha itt valaki felébred éppen, és azt mondja, hogy ó, milyen jól állok, akkor mondom, hogy nem, ez nem a King of the Hill, akkor meg azt fogja mondani, hogy ó, akkor mégsem jó ez az állás. Na jó, jött futó célt, mint ahogy a Vivi is mondta. És a Karaj D3, majd megbeszéljük. Ha jön Király D3, jön futó F5 sakk, és a helyzet az, hogy sötét ezzel a sakkal eléggé komoly válaszút elé állított a világos, talán nem annyira komoly elé, mert csak ló E4 van szabástépés. Hát van Bástya B3 sakk is, meg leüthetjük az E4-et is, az is sakk. Leüthetünk ingyen egy figurát sakkra? Elég ritkán rossz, azt kell mondjam, F-üti E4 itt a menőlépés, és hát én amúgy eddig számoltam a varit, mert itt azt mondtam, hogy nekem ez elég. Lehet, hogy van egy minőség hátrányom, de nincs királyállása az ellenfelemnek. Mattok kellenek itt, hogy legyenek egészen konkrétan, nem is csak házi feladat, ezt kicsit jobban kifejteni. Gyanítom, ezt mondjuk visszaütöm. Tehát leüti még egyszer. Leütöm huszárral, annak is jónak kell lennie. De gyanítom, hogy leütöm futóval. Igen, mert fenyeget huszár F2-s jó, ide mondjuk. És utána vezér B-ot ma. Hát, ez nem volt egy komoly házi feladat, attól tartok. Végig sakatokat adtunk? Nem kaptunk sehol se lapsakamattot? Nem. Akkor jó. Megbízott magukban. Na jó, szóval a fotócéltre egy Király D3 az nem igazán option. Szintén elég rossz itt a Bástya D4, mint olyan. Bástya D4-re? Leütjük. Több jó lépés is van, az egyik az, hogy leütjük. Egyébként. Ténylegesen így van. Vezére 5, szintén jó lépés. És tehát a legegyszerűbb megoldás... A legegyszerűbb megoldás így van az, hogyha Bástya B2-vel kezdjük, vagy leütünk és Bástya B2-vel kezdjük, bármelyik jó ezek közül. Tehát a legegyszerűbb megoldás az ez. Helyreállítom, nem is az anyagi egyensúlyt, hanem gyalogerőnyöm van. Az ellenfélek van egy ilyen királya, nekem meg egy ilyen királyom van, nagyon királyom van. És minden egyes figurám jobban áll, mint az ellenfélé. Pláne az, amiből több van. Hát egyébként igen, mehetünk tovább eprészkedni. De mondjuk vezér E5-nek is lennének hívei. Nyugodom, már nincs csak vissza, mondta a Teimur Rajabov Dinglirennek. Már csak 20. Futó délt, huszár délt, oké, jön huszár D4 ez a fő változat. Vezére jött, hozzuk a következő figurát. Választó sakk, uraim és hölgyeim, nincs túl sok szabályos lépésünk. Be sem merném tippelni, lehet, hogy huszár E4-re még bársa B3 sakk is van, de az már tényleg csak habatortán, valószínűleg azt inkább csak leütjük. Ha érkezik király D3. Az rossz. Mi a gond ezzel? Egy lépéses nem. Egyébként a helyzet az, hogy ne gondolják, hogy túl egyszer ez a történet. Futóüti D4 itt az egyen precízebb lépés. Jön rá király C2, és hát a változat, amit itt levezettem, az megint csak egy viszonylag egyszerű munka. Futóüti C3 és Bástya C6. Nem rossz, de azért még közben lehet iktatni futó. Futó A4 egy ilyen precízebb. Micsoda? Lett a vége. Tehát azt nézzük. Oda akarunk eljutni. Jön király D3. Lépjünk futóbélcsak. Futóbélcsak, király C2 és utána lépés ismétlés és döntetlen. D4 itt a nagyon brutális lépés még. Fenyeget vezére E3 és megint csak meg akarjuk mattolászni az ellenfelet. Meg fenyeget D-üti C. Ha leüt minket az ellenfél... Bástya B3. Jön futó C3. Várjál, most hadd elemezzek először, én aztán jöttek a kérdések. Nem rossz, de azért szeretem ezt a varit, mert hogy itt vannak a legkomolyabban a támadásvezetési szabályaink. Ne kezdjen el totózni, kérem szépen. Melyik az a figurám, aki állott a jobb helyen? Csuszár. Húha, mit kezdjünk vele? Csuszár D5. Mi a fenyegetésünk? Támad a futó B-öt. Futó B szintén brutális fenyegetés. Másüti B3 szintén elég jó. Vezér E3-at szintén jó. F4 szintén jó. Ezt az E3-as módon most egyre meg tudjam akadályozni. A B2-es B-eset megakadályozni. Elszínzom valahova, mert akkor a B-eset nem tudom. Na jó, az E3-at akkor megakadályoztuk, de akkor mi történik itt? Nem más. Huszár F4.
Lowefnél is van egyébként? Úristen, de durva. Második C3 elég. Lowefnél szintén elég jónak tűnik egyébként. Most támadjuk magunk ezért. Sajnos nincs egy lépés, és Mattok pedig nagyon szeretném. Akkor Bársa B1 csap. Felfedett csap. Ide jövök. Sajnos ez egy szép mat, de ezt nehezebb megállni. Mert mégiscsak kétféle figurát is közben húzhatna az ellenfél. De mindegyik. De van futó C2 mat is. Csak ezt tetszik még jobban, mert kétféle figurát is közben lehetne húzni. És mégsem tudja! Mégsem tudja. Na jó! Mindkettő kötésben. Atyavilág, nagyon nem is tudom, hogy melyik varit néztük, amúgy baromi bonyolultak ám ezek. Mi? Itt voltunk valahol. Jött vezére öltött Vivian javaslatára. Ha jön király F2, ez talán egyel könnyebb, bár azért ez se egy nagyon egyszerű dolog. Ütjük a D4-et futóval. Ha básüti D4 jön, vezérüti D4, akkor megint csak legrosszabb esetben támadunk, gyalogerőnyünk van, mindenféle gyengesség az ellenfélnek. Ha jön, igen, másodén egy vezérdén után itt nem érdemes igazából folytatgatni. Picivel halkabban legyünk, légy szíves. Jó, ha jön a király F1, ez lesz a szép pari. Vezér E3. És mivel fenyegesz, lépj még egyet. Nem jó, itt most Bársüti B2, vezérti B2, futóti C3, gyanítom nyer. Alapszú gyengeség nincsen, teljesen elég. Futó E3. Amit itt egyébként hívnak, vagy amit itt egyébként meg kell figyelnünk, és jókat mondok egyébként, az a... Pillanat, hadd mondjam el. Ez a levegőtlen királyállás nevű motívum. Amikor az ellenfél király a 2 vagy annál kevesebb helyre tud lépni, levegőtlen királyállásnak nevezzük, nagyon sokféle motívum kötődik ehhez. Érdemes ezt figyelemmel kísérni, milyen kevés helyre tud lépni az ellenfél. Huszára 5. Majdnem. Vezér B3. Huszára 5. Mi a fenyegetésünk? Huszára G3 mat. Az így elég jó, nem? Vagy ki kéne valahogy védeni? G4-eket meg ilyesmiket persze lehet lépni egyébként csak ebben az állásban is. Lehet és így kivédeni. Legrosszabb esetben G4 kivédi valamelyest egyébként. Teljesen jogos. Nem, még egyelőre dolgozunk, és utána szólj, hogyha hol volt kérdésed. Hát a helyzet az, hogy szerintem itt azért elég jók vagyunk feketével. Mi a véleményük? Megnyerjük? Ha vezére is kivédhet. Vezére egyel szintén ki lehet védeni itt lóhá 5-re. Viszer G3. Hát ez is elég jónak tűnik. Vagy lecsapjuk a futót. Mondja a Kornél, hogy meddig pörgessük vissza? Még egyet. Igen? Az, hogy vezérre 3, vezér F2. Vezér F2-t, ezt fogom ezt a mezőt, még nem kell aggódni. Még a második sorstipp is topi az enyém. Azért mondtam, hogy itt lóval akarnék jönni, mert hogy hozom a következő figurát, mindig hozzuk a következő figurát, hogyha támadást vezetünk. Na jó, még egy pár lépés van vissza a parti volt. Kb. Aztán átnéztünk mindent. Bársai 3-ra, ha lejut az ellenfél király, eléggé csúnyán bánunk vele futó célt után. Megjegyzem, baromi nehéz varik vannak még itt. A partiban jött Huszár D1, ez a szomorú feladás helyetti lépéseknek az egyike, hiszen elvesztettem egy gyalogot, nem ütöttem le egy ingyen mássát, ezek itt már hatalmas gondok vannak. Azt mondta itt a Radzsabob nagymester, hogy arra tesszük vissza a bársánkat. A Mór megtette a kötelességét, a Mór elmehet. Már nem kell az E3 mezőn ott lennem, hiszen a huszár fenyegetett leütni. Jött huszár E3 anyway. Önök szerint mit a legviccesebb lépés? Bársüti E3. Nekem is ez jutott először eszembe. A számítógépek nem ez az első ötlete, de működik Bársüti E3. Elképesztően vicces. Másodjára is Bársüti E3-at lehetett volna lépni. Hát hogyha ezt meglépjük, a Ding valószínűleg elsírja magát, pedig nem egy érzelmes ember. Jön király E3, és egy elég nehéz lépés nyerni egy futó G3, amivel lefogom az ellenfélnek ezeket a sötét színű mezőit, és hát a nagy helyzet az itt az, hogy... Lépünk egy vezér E8. Egyébként vezér E5-tel vigyázzunk, még van itt egy futó, de vezér E8 például nagyon fenyeget, mint lépés. Ha jön huszár G3? Hát a G8 ez nagyon jó. Akkor jön vezér G3, így van. És a helyzet az, hogy a fő fenyegetésünk itt az, mondjuk itt jön egy A4 lépés, ha passzolunk egyet, a fő fenyegetésünk az, hogy adunk egy sakkot, adunk még egy sakkot, és király C3-ra meg lenyerjük az ellenfél vezérét. Lenyerítjük a vezérkét. Lesz vezér plusz 2 könnyű tisztünk, bársa plusz 1 könnyű tisztért, mert még plusz 1 gyalog, az azért már eleve nem lesz. Igen. Azt mondja, hogy igen.
azt mondja, mit akartam mondani? Mi van még itt, hogyha nem A4 jön, A4 azért eléggé csacska lépés. Ha nem A4 jön, akkor viszont van, nem tudom, Király E2 mondjuk. Mit lépnének erre? Hát vezér G2 azért elég jónak tűnik, igen. És hogy rakad gyalogot, elkezdek nyerni az ellenfélről. Ha jön még mondjuk, nem tudom, király... Király C2-re? Bástya C6. Bástya C6. Nem. Bástya C6-t lenyerjük a mezért, teljesen jó lépés. Először is én azt hittem, hogy... Mert futó A4. Futó F5 szerintem is. Ha az a vezér nem lenne, ha az a vezér ott, a fehér vezér nem lenne, az lép vissza egyet. Na jó, de ez nem, igen. Akkor én, ha vezér nem lenne ott, akkor lehetne lépni egy... Jó, de mi? Is, hát én most is lépetek vezérrel négyet. Ja nem, én jövök lépni vezérrel négy király, akármi. Ja, itt vezérrel négy? Aha. Itt vezérrel négy, valószínűleg az is nagyon jó. Én futó F5-öt lépnék, nekem ezt tűnik itt az igazán tisztának. Nem? Aztán belé, aztán... I mean, ide tud jönni az ellenfél nagyjából. Aztán ki tudni... Egész jónak tűnik. Na jó, aztán mi van még itt ezen kívül? Van még ezen kívül. Már nincs csak lépés vissza. Eléggé túl kombináltuk. Így van. Azt mondta itt igazából a Tejmo Radzsabov. Ja, még 126 lépés. Nem. 126 lépés. Azt mondta itt a Radzsabov, hogy nem látja itt a végét, és teljesen tök felesleges kockáztatni egy írásra, mindenképpen tök nyerve vagyok, jött Bása B3. Rátom adok az E3 huszára új fent. Jött is huszár G4, mint olyan. Mihez kezdjünk ezzel a huszár G4-gyel? Tudod, hogy a G4 jött végül is a partiban. Azt mondja, hogy a huszára később szükség lehet. A partiban Bása C8 jött egyébként. Jött rá vezér A1 lépés, ami elég vicces lépés szerintem. Futó G3, vagy futó G3 még túlzás, de ha kicsit előkészíti, már működni fog. Jött futó F4 a partiban. Ha jól emlékszem, és már pedig miért nem emlékeznék arra, hogy lehet ló G4-et is lépni. És ló G4, F G4 után. Sőt nem, ezt egyel korábban lehet huszár G4-et lépni. Itt lehet huszár G4-et lépni. Én is gondoltam. Huszár G4, F G4. Futó G3, és nagyon vicces az állását, ló G3 kb. Only. Vezér G3 egyel durvább, ide jövök. Aztán lejöttjük, hogy nem tudjuk. Nagyon jó, gondolkozom. Nem, belépünk. Először egy gondoltam, de aztán láttam a levért. Ha arra gondoltunk, akkor készítsük elő. Hát Bása BE3, nagyon jó. Fenyeget ez a mat, mint olyan. Betolom ezt kétszer, aki védi az ellenfél. Akkor, de akkor is odalépünk. Nem védik. Várjon, matekozzon egy picit. Három. Betya, azért szeretjük királya. Bása E2. Bása E2, így van. Az aljára vezet. Bása E2 után mi a fenyegetésünk? Vezér F2. Bása F2. Minden is fenyeget. Hát vigyek ki az ellenfél, ha szeretné valahogy. Na jó. Ez az egyik option. Másik option, hogy itt eleve király F1-et lép az ellenfél. Vezér F4 de leüti a huszár. Hát de én nem akarok. Na nézzük meg akkor ezt a változatot? Hát jó, hogy a huszár. Ide jövök. Ide jön az ellenfél. Ide, Bástya B. Ide jövök. Én vagyok Paul Murphy, mit szóltok hozzá? És mi lenne, ha leütnék a huszárt? Ez ma? Tudom. Lépj. Ja jó, akkor jó. Ezt nézzük meg. Akkor megnyugodtan. Huszár G4-t nem lépte meg megint a Radzsabov. Nem merte itt igazából a kockázatokat vállalni. Egyébként teljesen jogosan, hogy minek kockáztasson bármit. Bása C8 jött a partiban, jött vezér A1, jött futó F4, mint olyan, és jött futó F4. Uraim, ne essünk szét! Jött futó F4 a partiban, mi történik futó F4 után? Lóg a D2 bársa. Lóg a D2 bársa, amit kezdeni kéne vele. Meg le is ütheti a futó. Mert egy futódény után én nyomogatom ezt a gombot, de így nincs tovább a parti. Akkor feladta. Hát akkor feladta, de miért adta fel? Mert hátrányban volt. Az biztos? Nem, kicsit. Mert rosszul lát. Hát rettenetesen rosszul lát egyébként. Na, beszéljük át, hogy mik itt a fenyegetések? Futó, Schwarzenegger úrfi. Ne tessék viccelődni másik embernek a nevével. Futó üti F4-ről D2-ről az egyik fenyegetésünk. Hát a C2-ről jövök, itt leüt az ellenfél. D3-on leüt az ellenfél. Ide meg ide jöhetek, itt nem üt le az ellenfél. Meminek? Mi van Bása D1-re, picikéim? Futó. Mármint futó nincsen. Mármint futó nincsen. Nagyon jó. Milyen jó a tínédzserekkel beszélgetni? Mi van? És mi a válasz? Az, hogy mi nincs. Így van, futó üti B2.
Bástya a D4-re. Mondjuk egy jó lépés az 1 millió közül. Futó, vagy Bástya B4. Futó E5. Futó E3. Bármelyik jó ezek közül. Bástya B2-nek is nyernie kell. Vezért B6-nak valószínűleg nyernie kell. De futó E3. És hogyha futó F4 lépésre jön még esetleg Lezúzius? Vezérüt F4. Jön vezérüt F4. A probléma meglehetősen hasonló. Mondjuk most megvédem ezt a bástyát. Huszárüti G4. Jön huszárüti G4. Mit csinálják? Mondjuk ide jövök. Vezér H2. Vezér H2. Ide jövök. Vezér H1. Vezér H1. Ide jövök. Vezérüti G2. Vezérüti G2 szeretnék. Ide jövök. Bástya. Vezér, azért nem minden a tó svájci bicska vezérám. Bástya. Hozzuk már az utolsó figurát, mit szóltok hozzá. Igazad van, csak ez közelebb volt hozzám ez a bástya, ezért inkább ezt húztam közbe. De ha lép egy futó előtted az elefér, akkor húzom már ezt is. Semmi gond. Úgyhogy a helyzet nem csak, hogy reménytelen, de még annál is rosszabb volt itt. Azt mondta itt a Dink, hogy jó, hát ezt látom már, ha nincs mit tennem, csak azt nem tudom, hogy hogyan kell kivédenem. Úgyhogy Tengmo Radzsabov szakkolléga elképesztő győzelmet aratott a világon is a második helyzet kínai nagymesterevel szemben, és ezzel egyébként ilyen meglehetősen nagyot huppant előre. Én nem gondoltam volna, hogy ő bejön harmadik helyre, de nagyon simán bejött, ráadásul még a Nakamurát is megelőzte. Úgyhogy Radzsabov szakkolléga nyert 3-at, vesztett 2-t, és ezzel harmadiknak lehet lenni, hát az elég durva, nem? Ha most itt a döntetleneket nem számolgatjuk. Hogy hogyan? Persze, hát amikor két Grandmaster játszik egymással, a legvalószínűbb eredmény a döntetlen. Hiába játszik a Real Madrid a Barcelonával, mindenki passzolgat hátul és keresgeti a jó labdákat, valószínűleg 0-0 lesz a végeredmény. Mondjuk talán ennél két csapatnál pont nem. De általában, amikor két ilyen elképesztő erősségű játékos küzd meg egymással, sok táblán, csak akkor nem döntetlen a mérkőzés, hogyha valaki hibázik. Márpedig, ha valaki nyerni szeretne, vagy veszíteni, akkor muszáj hibázni hozzá. Egyébként a döntetlen a legvalószínűbb eredmény. Na, mi a vélemény? Megszavazunk egy tandem versenyt? Igen! Tuti, megérdemlik, úgy érzik? Valamelyik nap tarts egy szimultánt is fel. Jaj, igazatok van, persze. Na jó, köszönjük szépen a figyelmet, jó napot kívánok!